Krisztusban szeretett testvéreim, úgy ünnepeljük most a Szent Család vasárnapját Kecskeméti Szent Család templomban, hogy az elmúlt hónapban magunk mögött hagytuk azt a római szinodust, amely a családdal kapcsolatos gondokat, megoldásokat világegyházi szinten előkészítette a következő évi szinodus számára, ahol ugyancsak ez lesz a fő téma a világ minden részéből, nem csak papok, hanem világi hívek is részt vesznek ezen a szinoduson, és hát ilyen nem igen volt, még nem emlékszünk rá, hogy közvéleménykutatást végeztek előzőleg, nem csak a püspöki karoktól, hanem írhattak be magánszemélyek is, akiknek mintegy összegezték a véleményét, a meglátásait, hiszen mindenki tudja azt, hogy a család mai keresztény megélése egyik legnagyobb gondunk és legnehezebb feladatunk. Azt gondolna az ember, hogy ilyen változás, ami beállhat a család egyházjogi részében, még soha nem volt, de ha ismerjük az egyház történetét, akkor láthatjuk azt, hogy magának a házassági formának, hogy két tanú kell, katolikus pap kell, milyen formában, ez is változott az idők folyamán, a tridenti zsinat hogyan határozta meg, hiszen háborús viszonyok között úgy is lehet házasságot kötni, hogy valaki két tanú jelenlétében elköteleződik, hogyha szabad állapotú, és érvényesíti az egyházunk. Aztán láthatjuk azt, hogy az újkorban a pápák sokszor megszólaltak egy-egy enciklikában, kezdve 13. Leótól 11. Piuszon át, 6. Pálig a zsinatig, amikor egy-egy elsődlegességet jelöltek meg a házasság formájában. Mert volt, amikor azt mondták, hogy a házasság elsődleges feladata az utódok nemzése, az élet továbbadása. Második vatikáni zsinat a közösségre tette a hangsúlyt, hogy a férfi és nő szeretett kapcsolata az az elsődleges. Mit mondhatunk, hogy mi az állandó a házasságnak a katolikus keresztény fölfogásában? Hát mindenképpen férfi és nőnek az élet szövetsége, amely a teremtésen nyugszik, hiszen ha felütjük a Biblia első könyvét, a teremtés könyvét, ott már Isten megadja az első emberpárnak a feladatot, és megadja rájuk az áldást. Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. És hát, ha ismerjük az Ószövetség történetét, láthatjuk, hogy eléggé eltorzult ez az isteni parancs értelmezés. Jézus korára már a vállások mindennapivá váltak, több nejűség is volt, különböző rabbi iskolák a fölött vitatkoztak, hogy mi ok kell ahhoz, hogy a férfi elbocsájthassa a feleségét, és akkor Jézus helyreállítja a rendet, azt, amit Isten az ember teremtésekor megállított, illetve megadott nekünk. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy egy nagy freskót időnként meg kell tisztogatni,
eredeti szépségébe föl kell állítani, mert bizony rárakódik az időnek, a történelemnek a pora. Aztán azt is mondja a Szentírás, hogy a férfi és nő kapcsolata hasonlítson Isten és népe közötti kapcsolathoz. A proféták sokszor ostorozták a zsidó népet, hogy hűtlenek lettek, olyanok házasságtörőkké, mint aki elhagyja a házastársát, és az ő szavukkal mondva cédává lesz. Az Isten és ember kapcsolata, Isten és népe kapcsolata az Ószövetségben is már a házasság alapján történt. Tovább viszi Szent Pál apostol, amikor azt mondja, Jézus Krisztus és az egyház kapcsolata hasonlít a házastársak kapcsolatához. És ezt a kifejezést mondja, hogy felette nagy titok ez. Majd pedig az összentírás és a keresztény katolikus teológia gondolkodásában, ha megkeressük minden közösségnek a forrását, már pedig az első és alapvető emberi közösség a család, akkor vissza kell nyúlnunk a Szent Háromsághoz. Mert az Isten nem magányos, hanem közösségben él, az Atya, Fiú, szeretetteljes közössége öröktől a Szent Lelket származtatja, és maguk között ez a kapcsolat a végtelen, teljes önátadottságnak lesz a közössége. Abból származik a Szentlélek öröktől, személyessé vált szeretetként, hogy az Atya és a második isteni személy, a Fiú szereti egymást. Ha egyszer a Szent Háromságnak a legigazibb lényege a köztük fönnálló szeretet, ami aztán kiárad a világra és a világ teremtésére, akkor a házasságban is a leglényeg mindig a szeretet kell, hogy legyen. A férfi és nő, a szülők és gyermekek, a gyermekek és szülők és a gyermekek egymás közti viszonyában. Csak úgy épp ezt látjuk már az Ószövetség első lapjairól is, hogy valamiképpen az ember elrontotta ezt a szeretet kapcsolatot. A mi okulásunkra írták le, mondja a pázmány, hogy a gyerekek veszekedtek, sőt elmentek a gyilkolásig. Onnét kezdve egymást vádolta Ádám és Éva, egymásra fogták a bűneiket. Azt mondja a pázmány, a mi okulásunkra. Mert ez ma is megvan. Hogy mi ennek az oka? A rosszra hajlóvá vált emberi természet, az emberi önzés, mondhatnánk, hogy a korszellem csak felerősíti, a sajátosan értelmezett szabadság, nekem jogom van hozzá, én szabad akarok lenni. Következésképpen az elköteleződésnek a hiánya. És ez nehézé teszi az Isten által kigondolt rendet, mert bennünk emberekben van a hiba. Nem az Isten tervében, bennünk emberekben. És ezért is válik nehézé ez az együttélés. Ismét csak pázmányt idézem, kérdezte tőle valaki, hogy melyik a legnehezebb szerzet. És akkor mondták, hogy trappisták, vagy azok, akik nem is beszélnek, csak néha hébe-hóba, vagy örökké virrasztanak, böjtölnek, meg hasonlókat csinálnak. Azt mondta a pázmány, a házasság. Az a legnehezebb szerzet. És így mondja, mert a rossz házasság holtig tartó galiba.
hogyha el is válik és újra házasodik, mindenki, aki egy kicsit józanul magában néz, látja, hogy hát azért az kár volt, hogy úgy történt, de most már mit tegyünk? Mit tegyünk? Forduljunk vissza az ősforráshoz, a Szent Háromság egy Istenhez, minden közösségnek a forrásához, amit a Földön Jézus, Mária és Szent József valósított meg. A Bibliában a szeretetnek többféle elnevezése van. Van az agapé, az teljesen föltétlen szeretet. Ahogy a tékozló fiú atya megbocsájtott a tékozló fiúnak, nem kötött föltételt, nem mondta azt, hogy neked is olyannak kell lenned, mint a bátyádnak, most szolgálj újra, meg hűséges legyél, majd akkor visszafogadlak. Föltétel nélkül visszafogadta. És a föltétlen szeretet Jézus tanításában és életében még az ellenség szeretetre is vonatkozott. Hát ez volna az az isteni szeretet, amit el kellene sajátítani. Aztán van a filia, a barátság, a szülőnek a gyermeke iránti szeretete, amiben nagyon nagy önzetlenség van, de abban már van érdekeltség is. Mert a szülő szereti a gyerekét, kimondatlanul is benne van az, hogy hát ha én megöregszik, remélem, hogy segítségemre lesz majd a gyerek. Nem mondja ő ezt ki, de hát azért elvárja, amikor megöregszik, hogy szeresse a gyermeke. Hányszor halljuk az öregektől, hogy én megadtam neki mindent, most rám se néz. Ugye? Tehát benne van ez, és hát van az erosz, az erotika. Érdekes módon a Szentírásban ez a szó nincs benne. Nem mint, hogyha távol állna a Isten által teremtett világtól, mert ott van az énekek, el kell csak olvasni. Az egy ilyen házasságkötéssel kapcsolatos, szép történet, amit a Jámbor atyák, Akvinói Szent Tamástól kezdve Jézus Krisztus és egyháza kapcsolatára értelmeztek, de valójában az a férfi és nő szerelmét magasztosítja föl. Ha megkérdezzük a mai fiatalokat, hogy ő mit ért a szereteten, hát ezt érti. Erre gondol, és teljesen mondjuk csak az érzelmei alapján keresi a másikat, amire nagy szükség van, kétségtelen, hiszen nem találná meg azt, aki neki szép, kedves és tetszik, hogyha nem volna benne ez az érzés az emberekbe, csak ennek fokozatosan keresztény módon filiává, illetve agapévá kellene alakulnia. Mert amikor megkérdezik Jézustól, hogy kinek lesz a felesége az, aki már vagy 7 férfinek volt a felesége odaát, Jézus azt mondta, egyiknek se. Hát akkor mi lesz? Azt mondja, úgy élnek, mint Isten angyalai. Hát az Isten angyala hogy él? Abszolút szeretetben. Mert szellemi lény, ő mindent bele tud vinni akaratába és szellemiségébe, és teljesen önzetlenül tudja Istent és embert szolgálni. Úgy élnek, mint Isten angyalai. Tehát megmarad a szeretet, de ebben a formában, ezért mondja Szent Pál apostol a szeretet himnusz végén, hogy minden, a hit, a remény is elmúlik, de egyedül a szeretet marad meg. És nyilván, hogy akik között megvolt a szeretet a Földön, és rendesen ki között kell legnagyobb szeretetnek lenni, a férfi és nő között a házasságban, vagy a gyerek iránt, akkor ennek a szeretetnek meg kell maradnia. Van a filozófiának egy ilyen tétele Hegel óta, hogy megszüntetve, megőrizve. Hogy valami megszűnik, és ugyanakkor egy magasabb fokon megmarad. Hát lehetne azt mondani, hogy a házastársaknak és a házastársaknak a gyermek iránti szeretete ilyen, hogy megszűnik,
mert a legföldibb szentség a házasság, de megőrizve megmarad. És hát itt lehet látni, hogy az Isten által adott szentség végül is milyen magasztos, és milyen nagy cél tűz ki az ember elé, amit megvalósítani nagyon-nagyon nehéz, és csak az Isten kegyelmével lehet. Ezért is a Szent Család vasárnapi alkalom arra, hogy mindenki kérje az Isten áldását saját családjára, másokakére is, és ha hajótörést szenvedtek, az Istennél semmi sem lehetetlen. Mindent valamiképpen helyre lehet hozni, az elroppant nádat ő nem töri el, és a pislákoló mécses nem nyomja el, mondta az Úr Jézus, és így van ez, hogy Istennek módja és lehetősége van ott is helyrehozni, és javítani, és visszaállítani, ahol már nekünk nincs. Ezért is ugye kérjük a Szent Lelket, hogy a jövő évi szinodus megkapja azt az isteni sugallatot, hogy mit lehetne tennünk. Mert a szinodus nem azért ült össze, hogy minden rendben van, ellenkezőleg. Nagyon sok gond van, de ezt a gondot szeretnénk Isten elé vinni, és isteni megoldást találni rá. Ezért is kell imádkoznunk, és kérni a Szent Lelket. És a mai vasárnap ittól búcsú is van, legyen annak a kegyelemnek a forrása, hogy Isten és maga Jézus Krisztus is szeretetből adja nekünk ezt a szentséget, hogy azt megélve a szeretetnek a civilizációját szolgáljuk, és ami elmarad a házasságból, akkor szolgálja a lényegnek a megmaradását, a szeretetét, ami Dante szavaival mondva mozgat napot és csillagot. Ezt kell kérnünk, ezért imádkozzunk a mai nap. Amen. Hiszek az egy Isten.